Tóth Dániel, ifjabb Kozák László, Bulibáró. Én a Bulibáró, sálom-alom-álom. Én a Bulibáró, legyen buli bárhol, sálom-dilom-álom. Zsalom! Megint felöltöztem rajosan, de rajosan, mert így érzem én jól magam, de jól magam. A becáékkal mulatok, de mulatok, ilyen két éjszakra nem alszok. Én a Bulibáró, sálom-dilom-álom. Én a Bulibáró, sálom-dilom-álom. Én a Bulibáró, sálom-dilom-álom. Én a Bulibáró, én a Bulibáró. Lány, jöjjhet velem, aki most kell egyed, az én vagyok. Kis meca az én nevem, megmutatom én most neked, hogy milyen az igazi szerelem. Sörök, kislány! Nagyon jó! Simon Kornél és Janicsák Veca! Gyertek ti! Arany herceg és herceg, vagy báró és báróné! Gyertek ide! Jolinak küldünk egy integetést, azért mégis kis grófoszámoknál. Őt is megemlíteni. De neki tetszett, én láttam, hogy mozgott, és itt elszám. Na, amíg kilihegitek magatokat, jön a zsűri. Hát, ki, Andi? De Kornél, nem lettél normálisabb, hála Istennek az elmúlt ezek óta. Veca, gyönyörű vagy, olyan vagy öregem, mint egy ilyen hollywoodi filmcsillag, gyönyörű, szép vagy. És nagyon imádom, hogy így, most már elmúlt 10. hét, és még mindig volt benned tűz. A legelején, a legelső adásnál azt éreztem, hogy ez a lány, ez olyan finom és olyan visszafogott, hogy hát, ha nem fog tudni eljutni a végig ettől a... Hát, de zsamó. Na, de zsamó, ami zsamó, az zsamó. És Kornél, csodálatos voltál. Szerintem a következő sorozatot a Szulejmánban neked fogja valaki adni. Remélem, remélem. Az új egri csillagokban majd beveszik. Kuki? Egy dolog meglepettem, hogy Veca, te hogy tudsz márni ilyen komoly Kornél mellett? Annyira bohóckodik az az ember a színpadon. Próbálok nem ránézni ilyen. Hát az köt, muszáj szerintem, ha nem szabad nézni rá, de fiatek, zseniálisak vagytok. Mekkora buli voltunk most. Örülök, örülök. Komolyan mondom, az a jamon, jamen, minden, az a jó kis burivagó. Figyeljtek, nem veletlenek vagytok ti a döntőben. Olyan jó dolog csináltatok eddig, hogy veletek soha nem unatkoztunk. Gratulálok nektek, zseniális volt. Ennyi. Meg ami nagyon-nagyon fontos, hogy azt el kell mondanunk, hogy azért mi itt, ahogy ülünk, és ugye sok 10 pontot adtunk, de azért mindig volt bennünk egy kis bizonytalanság. Nem kéne 3-at. Mondjuk ilyen, egyrészt. Itt sosem kellett, nálatok pedig azt arra kell felhívni a figyelmet, hogy az első adástól mostanáig volt egy folyamatosan felfelé törő ív. Tehát minden héten hoztatok valami pluszt, valami újat, ami eddig nem volt. Én ezt nagyon sokra értékelem, megmondom őszintén. Köszönöm szépen.
Nagyon dicsér a zsűri. Felhívnám a figyelmet Üdé? Arra, hogy a stílus maga az ember, Kornél, ahogy rád nézek, annyira egyben van. Annyira csinos, annyira elegáns, susogós, a izével fehér zokni, lakócipő. Nagyon-nagyon jó volt. Tényleg a profinak csak a dicséret vetsz, ha istennő vagy, tényleg le a kalap előtt. Tehát Kornél, én meg ezt barátként mondom, hogy nem bánom, hogy lassan vége van, kezdesz megkattani, testvér. Hát, én örülök, hogy lassan vége van, és kicsit pihent ki magad, menj el, kerülj távol ettől az egésztől, kicsit kell sok lenni, jó, picit nyugodj meg. Minden rendben van, van egy normális életed, szép családod, nyugodj meg, jó? Azért várjuk meg majd a Kassza Tibi paródiát, az ígéret szép szó, betartják úgy jobb. Yes! Na megfenyegettem, hogy nem lehet. A kollégiumi társad, természetesen, meg fog szólalni, Tibi ül. Lesz itt két Tibi a színpadon. Na köszönjük szépen a zsűri véleményét.